A Lombard Pápa Termál FC kedden este tartotta szokásos, szezon előtti szurkolói ankétját. Bemutatkoztak a szimpatizánsoknak a klub új játékosai, majd az Egyesület tavaszi terveit vázolta fel Tóth Bálint vezetőedző. A csapat mestere nehéz tavaszra számít, de bízik a sikeres szereplésben. Csizmadia Csaba Gyirmótról, Kulcsár Kornél és Jagodics Bence Szombathelyről, míg Horváth Rihárd Újpestről érkezett a csapathoz. A felkészülési mérkőzések bizakodásra adhatnak okot, hiszen két döntetlen kivételével minden találkozóját megnyerte a csapat, ráadásul a Liga kupában idegenben ütötték ki a Kecskemétet. Tóth Bálint értékelte a felkészülést. Az tény, hogy most ott vagyunk a 8. helyen, és a kupában még állunk, sőt, egész jól elindultunk. A téli felkészülés az hál' Istennek elmúlt, mert tél se volt, meg egy darabig hiányos is volt a csapat. Most már felturboztuk magunkat. Ha rossz indulatú akarok lenni, akkor először azt mondom, hogy létszámügyileg. Figyelmeztetésképpen az itt ülő fiatal tehetséges játékosokra, mert nálam nem elég csak beülni, beköltözni az öltözőbe, hanem tenni is kell azért, hogy valaki játszon. Fogalmam nincs, hogy hogy sikerült a felkészülés. Ugye azt mondják, hogy az első meccsen, első hivatalos meccsen nyertünk 5-1-re, és akkor innen aztán habzsi-dörzsi. Hát ez azért nem teljesen így lesz. És azért szerencsére jól sikerült a bemutatkozásunk rögtön. A szurkolók is érzékenyek, meg az edző is érzékeny, meg a játékosok is, kiki a maga módján. A szurkolónak egyre fontos, hogy nyerjen a csapat, a játékosnak meg megint csak egyre fontos, hogy nyerjen a csapat. Tehát egy célért harcolunk, kiki a lelátón, kiki a pályán, van, aki az oldalvonal mentén rohangál, ha kell. Úgyhogy nagyon optimistán véli a sajtó felfedezni azt, hogy minden mérkőzést, vagy legalábbis azt hiszem két döntetlenünk volt, ha jól tudom, kettő dönt, a többi győzelem volt, és a sajtó is nagyon pozitívan értékeli azt, hogy én az MLS-ben, amikor találkoztam a szövetség kapitánnyal és a munkatársakkal, illetve kollégákkal, bocsánat, azok nagyon sokan gratuláltak, hogy milyen jó szerepeltünk. Hát mondom, persze, tudni kell kiválasztani az ellenfelet. Aztán, hogy mit fog hozni ez a tavasz, egy kőkemény harcot. És erre nekünk nagyon szükségünk lesz a szurkolóinkra. Mint ahogy bebizonyították azt az elmúlt ősszel, hogy nagyon szeretik a csapatot. Az edzőt már kevésbé, de a csapatot azt szeretik. Azt én már tudomásul vettem, hogy ha rosszul szerepel a csapat, akkor rossz az edző. Ha jól szerepel a csapat, akkor jó a csapat. Tehát ez egy ilyen sajátossága az edzői pályafutásnak, és annak viszont rendkívül módon örülök, hogy akkor is, amikor vereség volt, és valószínűleg most is lesz, és reméljük, hogy minél kevesebb, akkor a csapatot soha nem bántották a szurkolók. Márpedig lenn, és én azt kérem tőlük, és most is ez a legfő, amit kérek tőlük, azt, hogy ne küzdjön le minket egyik ellenfél se. Nem lehet olyan csapat, amelyik jobban tud küzdeni, vagy jobban akar küzdeni a mérkőzésen, mint mi. Ez az első és a legfontosabb, amit elvárok tőlük. És ezt ők ősszel bebizonyították. Tehát lehet emellett kikapni, döntetlen csinálni, de a küzdőszellem, az akarat, az átsegít minket is, a szurkolókat is sok olyan ponton, ami természetesen a szerencse nem mindig mellettünk áll, de mindig amellé áll, aki megdolgozik érte, megküzd érte, meghajt érte. A szurkolók a csapattal kapcsolatos dolgok mellett a stadion rekonstrukciós tervekről érdeklődtek leginkább. Mint ismert, az önkormányzat 800 millió forint támogatást kapott a futballstadion fejlesztési program keretében a kormánytól. Ez a stadion Pápa városé. És azért mondom, hogy az önkormányzat a legjobb, leggondosabb gazda. Folyamatosan egyeztetünk, folyik a tervezés. Ennek vannak kötöttségei. Csak a
a profi futball stadionjára lehet fordítani ezt a pénzt. Tehát annak, ha kell, újat építenek, ha kell, felújítják, és vannak kötelezően előírt feladatok. Az egyik, ami örömünkre szolgál, hiszen a pályánk 12 éves, mert 2002-ben avatták, állítások szerint, a szakma szerint 6-7 év egy futballpályának a gyepszőnyege, 12 éves. Tehát a gyepszőnyeg mindenképpen kicserélésre kerül, és kötelező alárakni a fűtést. Tehát amiről beszélünk, az a része infrastruktúrában valószínű, hogy megvalósul, amit a Tóth Bálint is mondott, hogy nem lesz 3 hónapos szünet a télen, mert december közepéig, és akár osztrák-német mintára február 1-től újra lehet futballozni. Az azt jelenti, hogy a stadion gyepszőnyege olyan fűtést kap, hogy nem fagy meg, tehát lehet rajta futballozni, mint ahogy most néz ki. Ehhez kapcsolódóan kell, hogy a szurkoló is jól érezze magát, tehát hogyha nincs lelátó, meg fúj a szél, akkor az nem fogja jól érezni magát, de a másik ilyen az új infrastruktúra szabályzat szerint, hogy a két hosszanti oldalt, és a tervek között szerepel a másik oldalnak a beépítése is, a mostani terv szerint nagy valószínűséggel a építendő oldal mögött lesz kialakítva hosszant irányba a két csapatnak az öltöző rendszere, és úgy akkor középről vonulnak ki a csapat, és fölé épülnek az esetleges vippáhajok és a sajtó. De kötelező mindkét oldalt befedni. Ez 2016-17-ig, de válhatóan több pénzt már nem fogunk kapni, tehát ezt most kell megtervezni. Tehát hosszanti irányba mindkét lelátó befedésre kerül. Van egy nagy kritérium, hogy mi a 4500 és 8000-es férőhelyes stadion kategóriájába kerültünk. Nem lehet csak ülőhely 2016-17-től. Tehát a vendégszektorban és a hazaiban is csak ülőhely. Tehát lesz az olvasatunk szerint egy ilyen 6-7 ezres talán kis ékszer doboz. Sikerült azt elérni, hogy ezt az épületet felújíthassuk, mert még ezt se akarták, mert végül is ez akkor talán maradna az utánpótlásé, mint az új épületbe elhelyezésre kerülne az első csapat az öltözőjétől, a masszőr szobáig, és a többi, és a többi. És a 800 milliónak a mostani terv szerinti felhasználása a nagyobb részét ebben az évben, és a kisebb részét a 15-ös évben, tehát 2014-15-ben el is lehet költeni. Tehát ennek a tervezése folyik, a város, mondom, nagyon jó gazda, folyamatosan egyeztetünk, és én bízom benne, hogy meg is tudjuk ezt valósítani közösen. Tehát egy picit szebb lesz a stadion, picit komfortosabb lesz, és hogyha ez a pálya valóban alkalmas másfél hónap szünettel futballmérkőzésre, akkor a stadion is alkalmas lesz a közönség számára. Büféket kell építeni a stadionban, normálisakat, a vendégszektort át kell alakítani, oda is. Tehát az infrastruktúrában sok minden szerepel, de ez a pénz, ez elég kell, hogy legyen, hogy hosszú távon nekünk egy ilyen kis, ha legyek szerény, hogy kis ékszer dobozunk legyen, ebben benne van az eredményjelző is. Következő magazinunkban a Kaposvár Lombard Pápa bajnoki mérkőzés összefoglalóját tekinthetik meg. Dupla teltházas előadással ünnepelte fennállása 20 éves jubileumát a Black Bunny Rock and Roll Club. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont színház termében több százan ünnepelték, hogy egy 1992-ben indult tanfolyam kereken 20 esztendeje, 1994-ben egyesületté alakult. Az est folyamán egykori és jelenlegi táncosok együtt ünnepeltek, és a műsor végén bizakodva tekintettek a következő 20 év elé.
Pápán 1992-ben indult az első akrobatikus rock'n'roll tanfolyam, majd két évvel később megalakult a Black Bunny Rock'n'Roll Club. Az eltelt idő alatt számos kiváló táncost, versenyzőt nevelt ki a klub, nem csak hazai, hanem világszinten is hatalmas sikereket értek el. Elég csak a világbajnoki, Európa-bajnoki, világkupa győzelmekre gondolni. A jubileumi két előadásra az alkalomhoz illő műsort állítottak össze a szervezők. Rengeteg tánc stílusban a teljes Black Bunny csapat színpadra állt. 1992-ben volt az, hogy Kuti Szabolcs elindított Pápán egy rock'n'roll tanfolyamot, és én arra jelentkeztem, több társammal együtt, és 94-ben összegyűlt úgy a csapat, hogy hivatalos egyesületté tudtuk alapítani a Black Bunny-t, és azóta végül is folyamatosan edzettünk, ugye mi is versenyeztünk a mi kis csapatunk, akiket a Szabolcs kinevelt, és utána Szabolcsot a munkája Pestre szólította, és így nem maradt volna meg a klub, ezért a Szabolcs szerette volna, hogyha valaki átveszi, és én vállaltam, elvégeztem az edzőit, és végül is azóta szerencsére, hát nem tudom, nagy öröm, de virágzik a klub. Mindenre szívesen emlékszem, mert ugye most mondhatnám a versenyeredményeket is, de a versenyeredmények mellett, mert azért volt egy világbajnok párosunk, meg körülbelül 40 magyar válogatott párosunk, tehát azért szerintem az egy hatalmas eredmény, de igazából emlékezetesek a táborok, emlékezetesek a gyerekek reakciói, tehát igazából annyi öröm van ebbe az egészbe, hogy így most nem is tudnék egyet kiemelni. Amikor indultatok, gondoltad volna, hogy 20 év múlva itt fogunk találkozni? Nem. Igazából nem gondoltam, de mégis annyira szeretem a gyerekeket, meg magát ezt az egész, az akrobatikus rock'n'rollt, hogy én szerintem ezzel a kettővel együtt, tehát az ember nem is azon gondolkodik, hogy hány év telik el, hanem szereti csinálni. Úgy volt, hogy egy barátom, aki a Veszprém Alakon a Rock'n'Roll Egyesületnek az elnöke és edzője, ő kérdezte meg, hogy lenne kedvünk Pápán is beindítani, és én nála kezdtem tanulni. Majd még ugyanabban az évben, hogy elkezdtünk náluk az oktatásokat, itt a JMK égisze alatt az első tanfolyamok elindultak, és ebből nőtte ki magát egy versenyzőgárda, a gárdára létrejött egy klub, és hát hál' Istennek sikerült egy olyan utódot találni, mint a Dóri, aki ezt a csodálatos egyesületet azóta is viszi, eredményesek, és hát nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és nagyon jó érzés itt lenni. És hát remélem, hogy ez a gála is ugyanazokat az érzéseket hozza fel, mint az akkori emlékek, illetve az a sok-sok közös munka. Rengetegen megismertek, ennek nagyon örülök, nagyon sok régi táncos, aki még akkor 6 évesen nálam kezdett el táncolni, már kicsit kikopva, de itt vannak és táncolnak, bemutatóznak. Nagyon jó érzés. Meddig voltál aztán itt Pápán? Hát 91 vége felé kezdődött azt hiszem a legelső tanfolyam, 94 környékén alakultunk egyesületté, és én utána nem sokkal adtam át Dórinak a klubot, mert én elkerültem utána a Budapestre. Egy darabig még pontozóbíróként egy bebesegítettem, én országos versenyeken, tehát kicsit benne voltam még a véráramban, de aztán szépen más irányba ment az élet. Mennyire követted figyelemmel az egyesület életét? Hát természetesen az internet korában, a Facebookon folyamatosan látom az eredményeket. Néha telefonon azért Dórival beszélgetünk, vagy valakitől hallom a híreket, hogy na, megint valami nagyon jó eredményt értek el. Úgyhogy igyekszem, ha nem is követni, de tájékozódni. Azt gondoltad volna 20 esztendővel ezelőtt, hogy ez ilyen sikeres lesz az egyesület, és még 20 év múlva is fent lesz? Igen, nagyon reménykedtem benne, főleg, hogy láttam, hogy Dóri milyen lelkesedéssel és milyen energiával foglalkozik a gyerekekkel. Tehát ő egy kisebb korosztálya kezdett el foglalkozni, ami ebben a sportágban fontos, hogy minél kisebb korba kezdjék el. Én annó még a középiskolásokkal kezdtem, ugye ők hamar kikopnak, aztán kezdtünk általános iskolásokkal, de ahogy hallom, ő már 3-4 éves kortól foglalkozik a gyerekekkel, és ez az igazi alap. És ehhez kell egy olyan nő, mint amilyen a Dóri. Mennyit készültetek a mai napra, illetve vannak új koreográfiák? Vannak, igen, hát ugye mi már vannak régebbi csapatok, vannak akik most szeptemberben kezdtek, már ők is csatlakoztak, meg vannak, tehát ugye nálunk decemberben volt ez a Winter Show, és akkora már volt, tehát arról már volt olyan rendezvény, amit visszatartottunk a gálára. Tehát van olyan műsorszám, amivel már szeptember óta készültünk, de csak most adjuk elő. Úgyhogy teljesen vegyes, meg most a tánc kínálatunk is, hiszen ugye a Balon Stúdióban én végzem a szakmai irányítást, és azok a táncsoportok is itt vannak, és az összes kollégámmal rengeteget dolgoztunk ezen a műsoron, és a gyerekek is nagyon sokat készültek. Beszéltünk az eltelt 20 évről, mit hozhat a következő 20? Hát
Hát, nem tudom, ez nehéz kérdés. Remélem, hogy még nagyobb sikereket, sok új gyereket. Igazából szerintem ebben az egészben, így ha visszagondolok, az a legnehezebb, hogy kineveljük a gyerekeket, és elmennek tanulni. És én szerintem nem én vagyok az egyetlen vezető, aki ezzel küzd, mert azért a Rokiba sok-sok év van, amire úgy kinevelődnek a gyerekek, hogy az olyan minőséget tudjunk produkálni. Hát a mai gálán például még ők nem tudják, 9 táncosom van, akik több mint 10 éve vannak itt, tehát azért az is jelent valamit, és hogy milyen szinten táncolnak. Igazából először egy előadásba gondolkodtunk, csak úgy elindultak a jegyigénylések, meg az érdeklődés, hogy olyan 300-an nem fértek volna be így, és ezért úgy döntöttünk, hogy akkor 2 előadással ünnepeljük, és szerencsére sikere is lett, most már túl vagyunk éppen az elsőn, most fog indulni a második műsor. A gyerekek nagyon élvezik, belejöttek, élvezik ezt az egész hangulatot, és meg egymás, tehát nagyon jó hangulat van, úgyhogy ez a 2 előadás megy most le, és aztán reggelig bulizunk. Négy korcsoportban 61 versenyző részvételével rendezték meg a Vörös Sándor általános iskolában a Tollas labdapápa kupát. A bajnokság célja az országos diákolimpia döntőre való felkészülés volt, ahol a pápaiak ebben az esztendőben is több korosztályban eséllyel pályáznak a dobogó legmagasabb fokára. Március 28 és 30-a között 6 korcsoportban Győrött rendezik a 2013-2014 évi tollaslabda diákolimpia országos döntőjét. A tavalyi finálén a pápai színeket 23 fő képviselte, akik közül Bolla Boglárka, Kovács Dorottya és Gecseréka is aranyéremmel gazdagodott. Emellett egy ezüst, egy bronzérmet és több pontszerző helyet is hazahoztak a pápai versenyzők. Idén is bizakodnak a játékosok, hiszen jó formában vannak, mely a pápakupán is látható volt. Azok a csapatok, akik szoktak hozzánk jönni, Pécs kivételével itt vannak a mai versenyen is, és azt hiszem, hogy nagyon jó mérkőzéseket játszanak a gyerekek, tehát az a cél, amit mi néhány évvel ezelőtt kitűztünk, hogy a diákolimpia előtt még egyszer megméressék magukat hazai pályán, az nagyon jól sikerül, és remélem, hogy eredményesek is lesznek a gyerekek. Az eredményekre figyeltek elsősorban, vagy igyekeztek a hibákat kijavítani az országos előtt? Én azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy engem az eredmények nagyon sokszor nem érdekelnek. Persze örülünk, hogyha a gyerek minél sikeresebb, elsősorban a szülő, de én azt szeretném látni, hogy az a munka, amit edzésen elvégzünk, az a versenyen is megjelenik, amit mi edzésen megpróbálunk elsajátítani, azt ők megpróbálják a versenyen megvalósítani. Mert ha azt látom, hogy ezt a gyerek meg akarja csinálni, de kikap, nekem az nagyon nagy siker, mert egy idő után a próbálkozásból valóság lesz, és majd eredmény. Most lehet, hogy még belemegy a hálóba néhány keresztejtés, vagy éppen az a letámadás, amit mi edzésen gyakorlunk, az nem sikerül, mert még nem megy be a pályára, hosszú lesz, széles lesz, hálóba megy, de látom azt, hogy a gyerek tudatosan akarja azt játszani, amit edzésen folyamatosan gyakorlunk. Igazából ezek a versenyek ezt szolgálják. Hiszen valljuk meg őszintén, úgy az intézményeknek, mint a szülőknek, elsősorban a versenyeken nyújtott teljesítmény a lényeg. Nekem, mint szakembernek meg az a tudás, amit én megpróbálok átadni, és az realizálódjon a játék közben. Most már nagyjából 99%-ig ismert, hogy kik utaznak majd az országos döntőre, mit várhatunk? Az országos döntőről mindig nagyon nehéz előre nyilatkozni. Ugye a B kategóriában jöhetnek elő olyan kis sötét lovak ugye a játék közben, akiket eddig nem ismertünk. Én nagyon remélem, hogy az idei évben is meghatározó jelentőségűek lesznek többen a pápai versenyzők közül a végső helyezésekért az országos döntőn. Vannak feltörekvő, pici, fiatal versenyzők. Őnekik tapasztalatszerzés, és hát lehet, hogy mi leszünk majd azok a sötét lovak, akik a többieknek törünk borsót az orra alá. Meg vannak azok, akikről már többször beszéltem, hogy az elmúlt években megmutatták már, hogy mire képesek ezen a szinten. Én tőlük várom azt a teljesítményt, amivel talán a lehető legjobb eredményt el lehet érni, de tényleg senkinek nem szeretnék a vállára olyan terhet rakni, hogy na őtőle én csak és kizárólag ezt vagy azt vagy amazt a helyezést várom el, és azt tartom célszerűnek és elérhetőnek. Mindenkinek lehet rossz pillanata. Egy ilyen versenyen egy rossz meccs, egy rosszabb hangulat, az elvihet akár egy érmet is. Én nagyon remélem, hogy lesznek szép pápai sikerek majd március végén Győrben,
és utána arról számolhatok be, hogy amit én gondoltam, nevesítve, sikerült-e abból valamit megvalósítani. Az könnyebbség számotokra, hogy Győrben lesz a verseny, tehát nem kell sokat utazni? Itt azt hiszem nem is az utazás a fő probléma, mert amikor az ember elutazik egy versenyre, akkor már ott van. Itt a fő előnye aznak, hogy közel van a verseny, és egy rövid autóúttal oda lehet érni, az az, hogy a gyerek otthon, megszokott környezetben tud pihenni. A másik pihenéshez kapcsolódó dolog, hogy akármit csinálunk, akármennyire is próbálunk mi nagyon sportszerűen, különböző szabályok szerint esti lefekvésre elküldeni gyereket, hogyha akad olyan a kollégiumban, aki nem így gondolkodik. Ez pedig a gyerek éjszakai nyugalmát erősen befolyásolja. Nem mindegy, hogy este 10-kor lefekszik és alszik, vagy este 10-kor lefekszik és még 11-kor sem alszik. Ez a hazai környezetben megvalósítható, a családban a szülő hazahozza a gyereket, lefekteti, alszik, reggel föl kell és kész. Most az, hogy Győrbe kell menni, ez körülbelül fél órával korábbi kelést igényel a gyerektől, mert Győrben akárhol maradna szálláson, a csarnokig el kell menni, odaig még reggelizni kell, ezt meg a szülő otthon szépen, nyugodtan, kényelmesen, amíg a gyerek elkészül, addig a reggelit oda tudja tenni az asztalra. Tehát a legnagyobb előny ez nem az utazás szerintem, hanem az otthoni megszokott környezet, és hát egy pihent játékos az mindig jobb teljesítményre lehet képes, mint egy kifacsart. Arról nem beszélve ugye, hogy kollégiumokban az embernek nem az általa elképzelt és az elmúlt időszakban megszokott környezete van, hanem egy új hely, új heverő, emeletes ágy, nem emeletes ágy. Hát ezek mind olyan apró körülmények, amik befolyásolhatják a teljesítményt. Természetesen soha nem takaróztam egy esetleg kevésbé jó teljesítménnyel azon, hogy ilyenek voltak a körülmények. Ezek a körülmények majdnem mindenkinek ugyanolyanok. Lehetett hallani a téli olimpián is előzetesen arról, hogy majd ilyenek, olyanok, meg amilyenok lesznek a körülmények. Nem hiszem, hogy azért lett a Miklós Edit hetedik a nőknél a lesiklásban, mert nem jó körülmények között aludt, hanem azért lett hetedik, mert ez egy szenzációsan jó teljesítmény, és bízunk abban, hogy minket sem az gátol majd a jó eredmények elérésében, hogy itthon aludtunk, vagy esetleg idegenben lettünk volna. Ez már a negyedik verseny, hogyha jól számolom, hiszen volt a városi, a megyei, a területi, és itt van ma a pápakupa. A formát tekintve milyennek látod a pápaiakat, mennyire sikerül majd top formába kerülni majd márciusra? Nem igazán tervezzük tudományos alapokon a gyerekeknek a formába hozását. Értelemszerűen úgy próbálom irányítani az edzéseket, hogy így a közel a Diákolimpia országos döntőhöz mindig egy picit pontosítjuk az elvégzett dolgokat, tehát az ütések pontossága, az ütések gyorsasága, ereje kerül az utolsó időszakban terítékre. Hiszen az lenne a leglényegesebb, hogy a gyerek minél kevesebb ki nem kényszerített hibát üssön. Ha jobb az ellenfél, akkor a jobb teljesítmény előtt meg kell hajolni és sportszerűen el kell viselni. De ne abból éljen az ellenfél, hogy én rendre elhibázok egy-egy ütést, vagy többet. Én bízom abban, hogy ez a folyamat, ami az elmúlt években ugyanígy zajlott, az idén sem vall kudarcot. Persze a teljesítmény az, ahogyan már mondtam, lehet hullámzó. Folyamatosan, top formában, éveken keresztül senki nem képes, vagyis hát mondjam azt, nagyon kevesen képesek nyújtani. Bízom benne, hogy a gyerekek között is lesz olyan, aki ezt tudja hozni, meg azt is, hogy a feltörekvő fiatalok között lesz olyan, aki a nyomukba lép. A pápakupán a hazai versenyzők 6 első, 2 második és 3 harmadik helyet szereztek. Utánpótlás csapataink közül elsőként az U18-as együttes lépett pályára a tavaszi bajnoki küzdelmek során. Kálmán István sereghajtó együttese a középmezőnyben vitézkedő videótont fogadta a műfűves pályán, majd Judik Tihamér U16-os csapata igyekezett első pontjait megszerezni. A vendéglátóknak sajnos ezúttal sem termett sok babér. 15 mérkőzés óta vár első pontjaira az U18-as csapat, annak ellenére, hogy nem igazán jönnek az eredmények. Az együttes teljes erőbedobással igyekszik jól szerepelni. Az akarattal a videóton ellen sem volt gond, a házigazdák játékából csak a gól hiányzott. A Vidi végül 4-0-ra nyert. Január közepén kezdtük a felkészülést, minden heti 5 alkalommal történt az edzés.
Hát az edzés létszám látogatás az, egy, az iskola elfoglaltságok miatt azért az változó volt, mert teljes létszámban nem tudtunk részt venni az edzéseken, nem tudtak részt venni az edzéseken. A létszámunk most 14 főre bővült, a 96-os korosztálynak a létszáma. Ebben van két új igazolás, egy Szabó Krisztián nevezetű egyénke, aki gyírmótról jött, és Berez Tamás, aki egy közeli faluból jött hozzánk focizni. Ezzel a két fővel bővültünk. A felkészülés lehetett volna jobb is, ugye jobb lehetett volna látogatottság, de sajnos mondom, az iskolai elfoglaltságok ezek keresztül húzta számításainkat. A gyerekek most jártak vizsgázni, autóvezetésből vizsgáztak, szóval egy kicsit ilyen változó volt az edzés létszám. Mire fektettétek a hangsúlyt, főleg az edzéseken? Mi az, ami az ősszel hiányzott, és most tavasszal igyekeztek bepótolni? Hát mindenképpen az erőlétre és a játékra koncentráltunk. Ugye, ha nincs meg a teljes létszám, ez nehéz dolog, de hát mindenképpen ezzel is fogunk tovább dolgozni, hogy az összjáték és az erőlét az ennek az osztálynak a megfelelő legyen. Túl vagyunk az első tavaszi mérkőzésen, a Videóton igaz nyert, de azt gondolom, hogy minden dicséretet megérdemel a csapat, hiszen jól küzdöttetek. Én is azt mondom, hogy minden dicséretet megérdemel a csapat. Az első 5-10 percben nem voltunk magunknál, így van, nem tértünk magunkhoz. Ott volt olyan 3-4 olyan zicserű a Videótonnak, ahol a Bence nagyon, Márkos Bence nagyon jól védett, de utána létrejöttünk, és azt mondom, hogy tényleg, hogy a csapat annak ellenére 4-0-ra kaptunk ki. Nem akarom most azt mondani, hogy milyen gólokkal, mert a kis gól is gól, vagy miben hibáztunk, ezeket a hibákat megpróbáljuk orvosolni, de én minden tiszteletem, gratulációm a csapaté. Ugye azt is tudomásul kell venni, hogy ez a Videóton tavaly igaz, hogy kikaptunk Fehérváron, de a mostani idényben felcsútról igazoltak játékosokat. Azért ez meg is látszott a játékosokon és a játékukon, hogy erőteljesebb volt. De annak ellenére azért is mondom, hogy gratulálok a csapatomnak, mert tényleg jól helyt álltak. Télen a sereghajtó pozíciójából folytattátok a tavaszt. Mik a céljaitok a következő fordulókban? Hát a célunk az mindig is az, hogy minél előbbre és minél jobb eredményeket érjünk el. Most is az volt, úgy jöttünk ki erre a mérkőzésre, hogy nem visszaállni, nem védekezésre rendezkedődtünk be, hanem igenis a támadásra, hogy nem akarjuk azt a stílusú futballt játszani, hogy egy bunkerfocit, és akkor csak kibekeljük a mérkőzést. Én úgy érzem, hogy ez részben sikerült a mai meccsen, a támadó szellem, még egy-két játékosunknak a fizikális erőt még egy kicsit be kéne adni, és akkor nem lesz probléma, de mégis ezt mondom, gratulálok a csapatomnak, hogy ezt eredményt elérte, ilyen eredményt érte. U16-os együttesünk 6-0-ás vereséget szenvedett. Február 15-én Mosonszolnokon léptek kötelek közé a Coco Gym KSE versenyzői. Korpics Gábor 6 tanítványából 4-et is győztesként hirdettek ki a mérkőzések végén, ami jó előjel a március 16-ai hazai rendezésű gála előtt. A rendezvények sora ezzel még nem ért véget, hiszen Kocsis Rajmond Horvátországban meccselt, májusban pedig az egyesület vezetője Győrött elbúcsúzik a versenyzéstől. A Mosonszolnoki sportcsarnokban 15 mérkőzést rendeztek, 6 alkalommal pápai versenyzőnek szoríthattunk. Korpics Gábor elégedetten foglalta össze a gálát, mint mondta, versenyzői maximálisan kiszolgálták a közönséget. A 6 versenyzőmből 4 nyert, a másik 2 kikapott. Igazából az egyik vereség egy olyan mérkőzésen volt, ami nagyon, tehát úgy gondolom, hogy a gála legszínvonalasabb meccse volt a kezdőkhöz képest, mondom, ki is emelném Szabó Krisztián tanítványomat, aki hát nagyjából egy éve jár, és 22 évesen első mérkőzésen egy nagyon színvonalas produkciót adott elő. Ennek eredményeképpen hát pontozással kikapott, de egy sokkal rutinosabb ellenféltől. Úgy gondolom, hogy az ő belefektetett munkájához képest tényleg maximálisan megfelelt az elvárásaimnak, úgyhogy őt kiemelném, meg hát magára az eredményre, a 6-ból 4 győzelemre is azért büszke vagyok, mert általában minden gálán így jövünk ki, tehát azért a nagyobb része nyer a tanítványomnak, úgyhogy ez azt mutatja, hogy jó munkát végzünk. Ez volt a mosonszolnoki rendezvény, és rákövetkező héten pedig a Kocsis Rajmond tanítványommal mentünk Horvátországba.
ott hát vereséget szenvedtünk pontozással, 4 horvát bíró volt a mérkőzésvezető, illetve a pontozó, és hát a hazai ellenfelet találták jobbnak. Én nagyon kiki meccsnek láttam a dolgot, nem mondom, hogy nyertünk, de kaptunk egy 3-0-ás pontozást a végén az ellenfél javára, amit igazságtalannak tartok. Nem vagyunk elkeseredve miatta, hát ez a hazai pálya sok versenye megjelenik, úgyhogy megyünk tovább és edzünk. Többek között a Pápaira, ami ugye lesz 2 hét múlva. Korpics Gábor májusban az Eto Parkban búcsúzik a versenyszerű küzdelmektől. A május 1-én Győrben rendezik meg az Eto Parkban a testvérklubunk rendezvényét, tehát a Győri Coco Gym rendez egy gálát, amin szintén szerepelni fogunk, illetve talán annyiból lesz még érdekes ez a gála a pápaiak számára, hogyha kíváncsiak erre a dologra, hogy én fogok a főmérkőzést játszani a gálán, úgyhogy így 3 év kihagyás után én is nekiálltam edzeni. Egy osztrák ellenfél lesz valószínű az, akit hozni fog a menedzsment nekem, úgyhogy hát ez lenne az utolsó mérkőzésem, úgyhogy ha valaki kíváncsi rá, akkor szeretettel látom mindenkit. Az Egyesület következő jelentős eseménye a március 16-ai pápai gála lesz. A részletekről jövő heti adásunkban számolunk be. Szerdán délután rendezték meg a Talci Lajos általános iskola tornatermében a 4. korcsoportos lány városi körzeti kosárlabdadiák olimpia döntőjét. Az idei évben 5 csapat nevezett, melyek közül a Talci iskola diákjai voltak a legjobbak, így ők utazhatnak majd a megyei döntőre. A csapatokat 2 csoportba sorsolták, ahol eldöntötték a mérkőzések, hogy ki kerül a döntőbe és ki vigasztalódhat a 3. helyért folytatott küzdelemben. Az A csoportból a Talci, a B-ből pedig a Szent István iskola lógott ki, így ők jutottak a döntőbe, ahol végül a házigazda Talci bizonyult jobbnak. Dudás Szabolcs kiemelte, jó védekezésüknek köszönhetik a sikert. 5 csapat nevezett erre a versengésre, sajnos közben a református gimnázium visszalépett. Hétfő lett volna 3 csapattal körmérkőzés, sajnos ott csak 2 csapat játszott egymással, a Talci játszott a Munkácsival, ott nyertünk mi, sajnos utána a Munkácsi közölte, hogy ők szerdán nem jönnek 3. helyre játszani, ezért szerdán, ami ma a tévé nyilvánossága előtt zajlott, szerdán körmérkőzés volt a Lovászpaton a Szent István és a Talci iskola csapatai között, amit szerencsére sikerült megnyernünk, tehát a Talci iskola az első, Szent István másik és Lovászpaton pedig a 3. helyen végzett. Mi lehet az oka annak, hogy ilyen kevés iskola vesz részt ezekben a kosárlabda küzdelmekben? Kosárlabda szabályai viszonylag bonyolultabbak közé tartoznak, úgy gondolom kicsit nehezebb megtanítani a gyerekekkel, tehát elég sok ráfordítást igényel. Pápai iskolák részben a foci iránt elkötelezettek, részben a kézilabdát helyezik előtérbe, és hát emellé még plusz a kosárlabda is úgy nehezen férne bele, úgyhogy csak ez a néhány iskola foglalkozik a kosárlabdával. Milyen volt a játék színvonala a mérkőzéseken? Hát én belülről látva a dolgot, nekem elég jó volt a színvonal. Azt tudtam mondani, hogy a Szent István kupán részt vettünk, ott mi a Szent István Római Katolikus iskolától elég jól kikaptunk, egy olyan 15-20 ponttal, és most sikerült nekik visszavágnunk, és úgy gondolom, hogy itt a védekezésünk feljavult a mérkőzés végére, és ezért tudtunk nyerni. Felmenő rendszerű ez a bajnokság? Igen, megyei diákolimpiával folytatódik, és utána ilyen országos selejtező van, és úgy lehet eljutni. Tehát még 2 lépcsőfokon lehetne eljutni az országosra, de hát ez az egy sokkal magasabb színvonal, tehát azt sajnos mióta nem tudunk eljutni. Milyen versenyek követik ezt a 4. korcsoportos lány diákolimpiát? Hétfőn és szerdán következik a 3. korcsoport. Hétfőn játszanak a lányok, ott 4 csapat nevezett, és szerdán pedig a fiúk, ott 3 csapat nevezett a városból, illetve a környékéről. Hogy látja a saját iskola, a Talci iskolának az esélyeit ott? Jók az esélyei a Talcinak, igazából ma lesz a 4. korcsoportos fiúké, ott lesz a legkiérezettebb küzdelem, mert úgy tudom, hogy a Pápai Kosárlabda Klubnál, mind az Erkelből, mind a Szent Istvánból, mind pedig a Munkácsiból elég sokan kosaraznak, illetve a tarcisok is ugye természetesen kosaraznak, tehát ott mind a 4 csapat elég erős színvonalat képvisel, tehát ez a mai délután lesz.
És hát a jövő héten is ugye megvannak a kisebbek is, tehát akik még 2002-es vagy fiatalabbak, vagyis a 2001-es és fiatalabbak, tehát ott is jelentős színvonal lesz szerintem, főleg a fiúknál. Tehát ott várok magasabb színvonalat, a lányoknál ott valamivel kisebb révén, hogy ott nincs városi szakosztály. A fiúknak nagyobb esélye lesz a továbbjutónak a megyein? Igen, igen, határozottan azt lehet állítani, hogy ott a megyeit is az utóbbi években elég sokszor megnyerték a pápaiak. Villa Klasszika Kupa néven rendeztek kézilabda tornát a Vörös Sándor általános iskolában. A harmadik korcsoportos fiúknak kiírt megmérettetésre három városi és két körzeti csapat nevezett. A kupa győztese kvalifikálta magát a megyei diákolimpia döntőre, melyet március második felében rendeznek majd. A Vörös és a Munkácsi iskola, valamint a Kilián DS-e képviselte a városi színeket, míg Pápa Kovácsi és Csót nevezett a körzetből. A csapatok körmérkőzéseket játszottak, így döntötték el a helyezések sorsát. A Vörös iskola csapata kiemelkedett a mezőnyből, így az ő győzelmüket várta ifjú Hont Sándor. A mai tornát ezt a harmadik korcsoportos fiúknak írtuk ki, Villa Klasszika Kupa néven. Öt csapat fogadta el a meghívásunkat, a Vörös iskola csapata, a Munkás iskola csapata, a Pápa Kovácsi csapata, Csót csapata, illetve a Kilián DS-ének egy olyan csapata, aki azokból a gyerekekből áll, melyek ezekben az iskolákban nem járnak és nem szerepelnek a csapatban. Hogy néznek ki a mai mérkőzések, kik az esélyesek, kik azok, akik jobbak az átlagnál? Jó mérkőzések vannak, megmondom őszintén, hogy a Vörös iskola csapata az esélyes a torna megnyerésére. A többi iskolának a csapatai között is vannak olyan gyerekek, akik ügyesek, és én most már kezdem kiírni majd a neveket, hogy szeretném, hogyha edzésre járnának hozzánk a Kilián DS-éhez. Mi az oka, hogy csak öt csapat vesz részt ezen a kupán? Kézilabda játék, ez olyan, amit ugye meg kell a gyerekeknek tanulniuk. Általában ez az öt iskola az, aki a mindenfajta korosztály, fiú, lány versenyen is elindulnak. A többi iskola az vagy kosárlabdára specializálódott, vagy labdarúgásra specializálódott, és talán ezért nem indultak el ezen a tornán. Felmenő rendszerű bajnokság? Igen, ez felmenő rendszerű. A kupától függetlenül ez a mai torna ez eldönti azt is, hogy ki vehet majd részt a megyei diákolimpiai versenyen. Említetted, hogy nagy valószínűséggel a Vörös iskola lesz a befutó. A megyei milyen esélyeket látsz az elmúlt évekből kiindulva? Hát ez a harmadik korcsoport, ez még olyan, ahol hogy körülbelül egyforma eséllyel vannak a csapatok. Itt fel lehet érni a dobogóra, én azt mondom. Hogyha egy olyan sorsolás és egy olyan napot fog ki a csapat, akkor akár a dobogóra is felkerülhetnek. Többi korosztály versenyei? Hát a kézilabdában már megvolt mindenki. A mai nappal befejeződnek a kézilabda versenyek. Maradnak a diákolimpiák, azok pedig március második felében lesznek a megyeik. A kupa végeredménye. Ötödik lett a Kilián DS-e, negyedik Csót, harmadik a Munkácsi, második Pápa Kovácsi, míg első a Vörös iskola lett, így ők utazhatnak a megyei döntőre. A Motax Pápa a hatodik helyről várta a lista vezető Alsóörs elleni mérkőzést a megyei női kézilabdabajnokság 12. fordulójában. Kapcsándi Zsolt csapata meghatározó játékosai nélkül nem tudta megnehezíteni a bajnok esélyes dolgát, végül 13 góllal 20-33-ra maradtak alul a városi sportcsarnokban. Nem a pápaiak számítottak a mérkőzés esélyesének, hiszen a lista vezető még veretlen a bajnokságban. Az őszi fordulóban 37-14-re maradt alul a Motax, ezen az eredményen szerettek volna javítani a lányok. A tisztes helytállás sikerült, a bravúr sajnos nem, értékelte a mérkőzést Zöldi Ferenc. Három olyan kulcs játékos hiányzott, aki a kézilabdába egyszerűen nem lehet portolni, ez volt egy átlövő, aztán volt egy kapus, ha azt mondom, hogy egy olyan kapus védett, aki most védett először, most állt be a háló védelmére, attól függetlenül azért fogott meg egy-két-három-négy labdát,
Hát aztán plusz első sérült, azt egy átlövő sérült még. Szóval gyakorlatilag így álltunk ki, de attól függetlenül nem tudtuk volna ezt a meccset semmilyen szín alatt hozni. Hozhattuk volna egy kicsit közelebb egyébként, mert az első fél időben volt egy-két szép olyan megoldás, de hát szóval se energiával nem bírtuk, a másik a cserék. Hát szóval egyszerűen akkor, amikor két-három csere van, az nagyon kevés. Hogy értékeli Feriba eddig a bajnokságot, hogy a hatodik helyen állnak a lányok? Igen, a hatodik helyen állnak a lányok, hát hogy ezt sikerül megtartani, ez a jövő heti mérkőzéstől függ, és újra itt lesz Urkut ellen, hát reméljük akkor már a sérültekből egyik vissza tud jönni, lehet, hogy mind a kettő, meg a kapusnál is remélem, hogy tudunk váltani, és egy minőségibb kapusunk lesz, mert hát ez a játék azért csak úgy néz ki, hogy védj egy kapust, aztán hozza hat játékost, ha az nincs, akkor sajnos az átlövésekben nagyon sok gólt kaptunk, és hát ez a célunk, és ez úgy néz ki, a lányok nagyon akarják, hogy a középmezőnybe végezzünk. Nagyon szépen járnak edzésekre, meglepő az, hogy 10-12-13 ember van edzéseken egyébként, hetente kétszer is, hát fokozatosan, hát most nem mondom a kézilabdához, ahhoz, hogy egy csapat összeálljon, ahhoz másfél év kevés. Hát most körülbelül ennyi telt el azóta, amióta ez a csapat összeállt, részben fiatalokból, részben egy-két idősebbekből, de lesz olyan eredménye, és a kapcsán Dizsoltnak köszönhetően tényleg olyan edzéseket tart a Zsolt, ami rendkívül mutatós, és előbbre viszi ezt a csapatot ahhoz, hogy a középmezőnybe fejezze be az idei bajnokságot. Említette a Feribá jövő héten ismét hazai meccs Urkut, a második helyezett, reménykedik a győzelemben, de mennyire reális az, hogy a második helyezettet megverjük, úgyhogy 13 volt közte az első veszemben. Na most az Urkut ott már leptük már mi meg, otthon is az őszi idényben, az első fél időben mindössze egyel mentek, úgyhogy másik fél időben véreztünk el tényleg, és remélem, hogy ha visszajönnek ez a két-három játékos, és még ez a két edzés biztos, hogy olyan pozitívan fogja, ha nem is tudjuk megnyerni, de megszorítani. Mert azért ők is hasonlóképpen, ők még régebben 8-10 éve már együtt kézilabdáznak, de meg lehet őket zavarni. Egy egállal például az első fél időben, vagy a másik fél idő elején volt már rá példa, hogy az Urkutat itt gyengébb csapattal is döntetlenre kihoztuk.